tanárok voltak a táborunkban, Molnár Zoltán tanár úr, aki a Debrecen Egyetem zeneművészeti karának trombita tanára és a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak a tagja. Szabó Csaba tanár úr, a Budapesti Máv Szimfonikus Zenekar trombitása és a 13. kerületi zeneiskolának a tanára. És dr. Simon Zsolt, Richard Wagner Konzervatórium Bécs, és Musikschule Wöbling, vagy Wölbling, bocsánat. És zongorán segítette a munkánkat Richter Edith tanárnő, aki a Debreceni Zeneművészeti Karnak a tanára, és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában is dolgozik. Vége van egy igen-igen tanulságos és a gyerekek számára talán egy kicsit nehéz tábornak. Milyen volt ez a tábor? Tanár úrnak jutott a legnehezebb feladat, neki volt a legnépesebb csoportja. Igen, nálam vannak mindig a legkisebbek, a kezdők, vannak olyanok, akik még nagyon keveset tudnak, és ővelük is valamit el kell érni. Sokszor olyan anyagokat tanulnak meg ezen alatt az egy hét alatt, amire évközben hónapokat szánunk rá. Tehát nagyon intenzív a munka, fejben is, fizikailag is, mindenhogy. De a gyerekek élvezik, mert valahogy ez a közösség az segíti őket ebbe az egészbe, hogy könnyebben menjen, és mindig kapnak egy lendületet. Én saját tanítványaimat is el szoktam ide hozni, most is volt kettő, mindig kérem, hogy nem nálam legyenek, hanem a kollégáknál, hogy tőlük is tanuljanak, és aki egyszer volt, az mindig jönni akar, és kapják az impulzusokat. Sokat trombitáltunk, így napi 4-5 órát körülbelül, a számot kellett edzeni, így ne fáradjak el az állóképességemet, akkor gyakoroltuk a darabokat sokat, a szálláson pedig sokat voltunk együtt. Az ilyen apróságoknál még rengeteg a kihívás. Egyáltalán még a hangszert meg kell tudni szólaltatni. Nem úgy a dallam vezetése vagy egyéb ilyen fontosabb dolgokkal, hanem szinte már a hangszer meg a kihívás. Hogy lehet ilyen picikkel eredményt elérni ilyen nagyon-nagyon rövid idő alatt? Nekem az a taktikám tulajdonképpen, hogy elfogadom őket olyannak, amilyenek, és nem mondom sose azt, hogy neked más milyennek kéne lenned. Abból próbálunk valamit elérni, amit már hozott magával, és legalább a stresszt így megspóroljuk rajtuk, hogy, nem izgul azon, hogy esetleg becsúszik egy hiba, vagy ilyesmi. Ezen felül emelkedünk, hogy úgy mondjam, ha becsúszott, hát akkor ott van. Mikor kezdtél ilyet trombitálni? Hát én 7 évesen. Vagy hát most hány éves vagy? 10. Tehát 3 éve trombitálsz? Hát igen. Ez lesz majd most a harmadik. Mi a tapasztalat? Ezek a srácok, akik eljönnek ebbe a táborba, motiváltabbak egy átlagos zeneiskolánál? Hogyne. Nagyon sok profi zenész lesz ezek közül. Én a budapesti MÁV zenekarban játszom, ott a legújabb kollégám, egy fiatal srác, évekig ide járt a trombitás táborba. De másokat is mondhatnék, akik például a Miskolci zenekarban szóló trombitás az egyik fiú, aki szintén sokáig járt ebbe a táborba. Tehát ezeknek ez sokat jelent. Milyen volt ez a koncert, amikor fölléptél ide a színpadra egy rakás másik gyerekkel, haverral? Milyen érzés volt egy közönség előtt játszani? Hát kicsit ilyen furcsa, de jó azért, hogy eljátszottuk együtt a darabokat. Tanár úrral szinte minden táborban találkozunk, vagy valóban minden táborban találkozunk évek óta. Mi motiválja önt, hogy a nyár legszebb napjaiban szakít arra időt, hogy hát ismételten gyerekekkel foglalkoznak, pedig hát ez a szünetnek az időszaka. Nagyon aranyosak a kollégák. Ez a legjobb. Tehát van egy olyan hangulat az itteni kollégák szervezéséből, a Sanyi, a Kati, a Vera, a Takács Erika, aki már ugyan nem vesz részt benne, de mégis mint megteremtője az egésznek, ott van a háttérben. Tehát ezek olyan aranyos, kedves, kiváló emberek, hogy ő miattuk jövök. Meg a gyerekeket is szeretem tulajdonképpen, de hát ezt otthon is ezért tanítok.